Sziasztok, Ádám vagyok, a tekető.hu-t nézitek, és a Huawei új középkategóriás fémházas fabletjét, a Huawei G8-at fogom most letesztelni, ez itt van a kezemben. Ez a készülék 5,5 colos IPS kijelzővel rendelkezik, vékony, teljes fémházat kapott, rákerült az új második generációs ügylenyomatolvasója a Huawei-nek, új kamerát kapott kéttónusú vakuval, illetve egy egészen kellemes kialakítás mellé pedig az ára sem vészes, és már Magyarországon is elérhető. Ezúttal tehát megnézzük, hogy mit tud ez a készülék, amely a jövőben egészen népszerű lesz a szintén egyre népszerűbb Huawei-jel együtt. A középkategóriás G8-at hasonló, rendkívül dizájnos csomagolásba kapjuk, mint a P sorozat tagjait. Egy fekete dobozunk van, itt felül egy Huawei logóval, oldalt egy Rio felirattal, ami valószínűleg a készülék kódneve lehet, ugye a P8 esetében az Alice megnevezés volt, a P8 Lite esetében volt az Alice. Oldalt pedig különböző infók, például az, hogy ez a 3 GB RAM-mal és a 32 GB háttértárral szerelt kiadás. A dobozt oldalasan kell szétcsúsztatni, és itt helyezkedik el benne egészen kellemesen a készülék. Ugye nem egymásra pakolva vannak benne a dolgok, hanem a telefont így oldalról tudjuk kihúzni. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki. Az ezüst színű modell van nálunk, aminek az előlapja fehér. Az 5,5 hüvelykes kijelzőt, illetve a teljes előlapot Gorilla Glass szüveg védi. Ez az üveg felület a széleken nagyon finoman lekerekedik, tehát nem egy teljesen sík felületről beszélünk. A készülék kijelzője alatti területen a Huawei logónk van, illetve itt látható az apró kis fehér pöttyözés, ami a mintázatot adja még az előlapnak. Fizikai vagy kapacitív gombjaink egyébként nincsenek. Felül előlapi kamerát kapunk, fény- és közelségérzékelő szenzort, valamint egy hangszórót, amely telefonbeszélgetésekre szolgál, illetve van visszajelző ledünk is. Az Anybody Film készülékházba került telefon egészen kellemesen vékony, illetve teljesen vannak csapva az oldalsó élek. Tehát láthatjuk, hogy itt van egy 45 fokos gyémánt csiszolásunk, az alsó felületen ez nincs. A bal oldalon van egy tálcánk, ahol a SIM-kártyát és a microSD-t kártyát lehet behelyezni. Felül van egy zajszűrő mikrofonunk, valamint egy jack csatlakozónk. A készülék bal oldalára, jobb oldalára került a bekapcsoló gomb, felé pedig a hangerőszabályzó gomb. Alul microSD-nk van, valamint 2 darab hangszóró rácsunk, viszont csak az egyik mögött van ténylegesen hangszóró, a másik amolyan design elem, illetve a mikrofont tartalmazza. Készülék hátlap és majdnem teljes egészében fém. Itt alul, valamint felül találhatunk egy kisebb műanyag sávot, amely elsősorban az LTE és Wi-Fi antennák miatt helyezkedik el, ugye, hogy ez megfelelő legyen ezen funkciók vétele. Illetve látható, hogy majdnem a teljes hátlap fém. Felül van a 13 megapixeles kameraszenzorunk. Ez oldalról, hogyha megnézzük, látható, hogy egy nagyon picit kiemelkedik a készülékházból. Tőle jobbra van a két tónusú, azaz két színű LED vaku. Illetve alul van az új lenyomatolvasó, amely már a Fingerprint 2.0 kiadás. Azaz ugyanaz, mint ami a Huawei Mate S-ben szerepel, és rendkívül gyors feloldást biztosít. Itt látható, hogy azonnal felold rá a készülék. Illetve nem csak a feloldásra szolgál, hanem más funkciókat is helyezett a Huawei bele. Az akkumulátor beépített, azt nem lehet kivenni, illetve, hogy mondtam, microSD-t és nanoszimkártyát is itt oldalt lehet behelyezni a készülékbe. Ha belenézünk a dobozba, kapunk egy kis dobozt, amiben leírások vannak, ez a mi dobozunkban pillanatnyilag nincs benne, illetve van még egy másik doboz, amely a tartozékokat rejti.
gyári tartozékok azok rendkívül szép sorrendben itt helyezkednek el. Van egy SIM tárca kinyitótünk, kapunk egy USB-s hálózati töltőt, ez 1 amperrel fogja tölteni a telefont. Van egy hagyományos mikro USB, USB adatkábelünk. Valamint kapunk egy headsetet, ami mondjuk kicsit hasonlít az Apple Earpods kiegészítőjére. Ez jár még a Huawei G8 mellé. Kívülről tehát így néz ki a Huawei G8, most megnézzük, hogy mit tud az okostelefon a gyakorlatban. Az 5,5 hüvelykes kijelzőjével a Huawei G8 már a phablet kategóriában indul, aminek köszönhetően kiváló lehet azok számára, akik az átlagosnál nagyobb kijelzőt szeretnének. A Full HD felbontású IPS panel magas fényerőt ad, illetve a betekintési szögek is megfelelőek, úgyhogy ezzel igazából nem nagyon lehet probléma. A készülék a Qualcomm Snapdragon 615-ös processzort kapta, ez 4,1, illetve 4,2 GHz-es processzor magot tartalmaz. A 3 GB rendszer memória kifejezetten jónak mondható a középkategóriában, ennyivel rendelkezik a G8, illetve a 32 GB beépített háttértár sem olyan rossz. Ez nagyjából 22 GB felhasználható tárhelyet nyújt első bekapcsolást követően, illetve természetesen a microSD bővítési lehetőségünk. A készülék támogatja az LTE kategóri 4-et, ez 150x50 megabit per szekundumos le, illetve feltöltési sebességet nyújt. Ezen kívül Wi-Fi-ből csak a 802.11bgn szabványokat támogatja, amely viszont annyira nem kiemelkedő, sajnos nincs 5 GHz-es támogatás sem, csak a 2,4 GHz-es sávokat támogatja, amit viszont sajnálhatunk. A készülék beépített akkumulátora 3000 mAh, ez van a fémház alatt, amely egészen jó méretnek számít igazából, illetve láthatjuk, hogy sok memória miatt az alkalmazások futatásával sincs gond, hiszen 1 perc 21 másodperc kellett az első 8 alkalmazás megnyitásához, majd ezek újranyitásához elég volt kevesebb, mint 23 másodperc, így a sok memória segítségével egészen gyors a háttérben futható appok lehetősége. Ahogyan aztán megszokhattuk a Huawei-től, az Emotion UI, vagy MUI rövidített nevű felhasználói felületet használja a készülékein. A G8-as modellen a legfrissebb 3.1-es kiadás érhető el, illetve Android 5.1 Lollipop alapra épül ez a rendszer. Várhatóan jövő év folyamán érkezhet marshmallow, illetve esetleg frissebb felület, ha minden igaz a G8-ra. Nézzük meg, hogy ez az MUI 3.1 hogyan néz ki. A rendszer kicsit az Apple iOS-hez, illetve a Xiaomi által készített MIUI-hoz hasonló. Azaz nincs külön menü, hanem minden a fő oldalon helyezkedik el, illetve itt mappákban érhetőek el az alkalmazások, és van néhány funkció, ami egyébként erre a két említett rendszerre hasonlít, tehát ott is hasonló megoldások találhatóak meg. A Huawei-nél régóta megvan ez a widget itt a főoldalon, ami tartalmaz az időjárás, információt, időt, egy albumot kiválaszthatunk, aminek a képeit itt megjeleníti, illetve zenei, illetve a zenelejátszó is vezérelhető innen rögtön. Van 4 darab ikonunk, ami elfér egymás mellett, illetve van másik 4, amely rögzített, tehát látható, hogy ezeket az ikonokat itt el tudjuk helyezni, illetve a Huawei már jó ideje a szoftveres gombok mellé állt, tehát a kijelző aljából veszi el a területet ez a 3 darab vezérlő gomb. Az MUI felhasználói felületén, hogyha lehúzom a képernyőt, akkor beugrik egy kereső. Itt láthatóak a legutóbb használt alkalmazások, illetve rögtön kereshetek is az appok, illetve minden más tartalom között. Látszik alkalmazásokat ajánl, névjegyzéket, illetve eredményeket mondjuk a Twitterről,
látható meg a Google Drive meghajtót is képes olvasni, naptárbejegyzéseket, üzeneteket, tehát elég sok mindenben tud keresni. Ha összehúzom az ujjamat, akkor tudjuk a felületet beállítani. Egyrészt van lehetőségünk háttérkép szabás beállítására. Itt lehetőség van csak külön a záróképernyő és csak külön a kezdőképernyő hátterét megváltoztatni, illetve ez a kettő együtt is lehet. Van véletlenszerű váltás, azaz folyamatosan cserélődhetnek ezek a háttérképek, ahogy rázással módosítani lehet a háttérképet, és akár hogyha beállítjuk. Itt érhetőek el a mini alkalmazások, azaz modulok vagy widgetek, ki hogy ismeri, ezeket itt lehet hozzáadni. Vannak azonban átmenetek is, ahol megadhatjuk azt, hogy milyen animációval váltson képernyőt a szoftver. Itt is többféle ilyen opció van, aminek láthatjuk az előnézetét, mielőtt kiválasztjuk, illetve használhatjuk azt a mindennapos életben. Valamint az egyéb beállítások alatt beállíthatjuk a főképernyő elrendezését, azaz, hogy 4 ikon férjen el egymás mellett, vagy 5. Nyilván az 5 és fél hüvelykes kijelzőn kényelmesen elfér 5 ikon. Rázásra újra rendezhetőek az ikonok a főképernyőn. Van ikon számláló, amit látható kicsi piros számlálók jelzik az esetleges értesítéseket vagy információkat. Beállítható az is, hogy minden alkalmazáson vagy egy-egy alkalmazásnál akár ki lehet kapcsolni ezt, hogyha szeretnénk, vagy van olyan alkalmazás, aminél nem akarjuk, hogy megjelentsen ilyen információt. Illetve van a főképernyő ciklikus ismétlése, ami azért hasznos, mert itt a jelen pillanatban 4 oldalt így körbe lehet egyszerűen görgetni, és mondjuk, hogyha törlöm az üres oldalakat, amire alapból nincs szükségünk, akkor így az előző oldalt mindig egyszerűen körbe görgetve elérhetjük. Ha nyitom az alkalmazás váltó gombot, látható, hogy elérhetjük az utolsó alkalmazásokat az oldalra görgetve, ráadásul többet is. Itt egy-egy appot, hogyha lefele húzok, akkor az a zárlom, azaz nem zárja be az alkalmazás a háttérbe, viszont hogyha felfele húzom, akkor törlődik az alkalmazás a háttérből, bezárásra kerül. Itt alul látható az, hogy 1,65 GB szabad a 3 GB rendszer memóriából, azaz összességében több mint a fele érhető el, viszonylag jól gazdálkodik a Huawei felülete és az Android ezen verziója a rendszer memóriával. Itt ugye tudok egyrészt egyszerűen váltani az alkalmazások között, ami látszik viszonylag gyors tempóban, illetve rögtön be is zárhatom akár az összes alkalmazást, ehhez fel kell pöccintenem. Itt látszik egy ilyen mozdulat, és törlés az alkalmazást, ekkor 153 MB-ot még kitörölt a készülék a háttérben futó memóriában. Ha lehúzom az értesítési sávot, két felületünk van, van az idővonalszerűen felépülő értesítési panel. Itt van időinformációnk kívül, hogy az értesítések itt fognak időrendben helyet foglalni, valamint van a parancsikonok, ahol különböző beállítási lehetőségeink vannak. Például, amint látszik, lehetőség van itt a fényerőt állítani, csináltunk képernyő, képmentést, bekapcsolhatjuk itt a zseblámpa funkciót, amivel a két hátlapi vakut aktiválhatjuk, vagy más funkciókat is érhetünk el. Belépek a beállításokba, itt van egy általános beállítási felület, illetve az összes, ugye külön-külön lehet ezeket akár felügyelni. Itt beállíthatom a kezdőképernyő stílusát egy egyszerű felületre, amivel igazából azt érjük el, hogy egy kicsit a Windows Phone csempéhez hasonló egyszerűbb felületet kapunk, ami elsősorban időseknek vagy rossz szemmel rendelkezőknek lehet jobb, hiszen így egyes alkalmazásokban megnő a betűk mérete, de amint látszik, nem mindegyikben. Tehát itt is például, hogyha előhívom a billentyűzetet, maga a billentyűzet már nem nő meg, tehát a billentyűzet kép gombjai nem lesznek nagyok, azonban a többi felület igen, így ez például azért olvasásra sokat segíthet a mindennapi életben.
Persze azért nem minden esetben, ahogy mondtam is, tehát nem minden alkalmazás támogatja ezt a megnövelt felületet. Ebből a kezdő képernyőből egyszerűen vissza lehet egyébként váltani, nyilván a legtöbb okostelefon felhasználó ezt a felületet fogja használni. Megjelenítés alatt láthatjuk, hogy elég sok beállítási lehetőségünk van. Az 5,5 szoros IPS kijelzőn állíthatunk színhőmérsékletet. Ezt ugye a saját igényeinkre tudjuk szabni. Ja, a háttérképeket azt már mutattam. Van betűméret, 5 méretben, amit megadhatunk. Kezdőképernyőnél beállíthatunk képernyővédőt, akár van jelzőfény, amit kibekapcsolhatunk, hogyha szeretnénk, illetve akár a szolgáltató nevét is ki tudjuk kapcsolni. A hangbeállításnál beállítható külön a rezgés néma üzemmódba, tehát ez akár lekapcsolható, ahogy az is beállítható, hogy egy telefon csörgésekor legyen-e külön rezgés vagy sem. Headset mellett, illetve a headset használata mellett a DTS Dolby Surround hangzást lehet aktiválni, ami megint csak hasznos. A tárhelynél a készülék 32 GB beépített háttértárral rendelkezik, ami mindenképpen jó a középkategóriában. Ebből olyan 22,5 GB az, ami alapból szabadon hozzáférhető a Huawei G8-as telefonhoz, azaz használhatunk alkalmazások, médiatartalmak elérésére. Ezen kívül van SD kártya csatlakoztatás lehetőség, és látszik, hogy van egy USB tárt csatolása, ami igazából azt jelenti, hogy a készülék támogatja az OTG-t, lehetőség van például pendrive-ot rádugni erre. Akkumulátornál majd megnézzük még a beállítási lehetőségeket, mert elég sok opciónk van. Egy külön alkalmazásban itt az energiakezelésnél, de ezt majd még egy külön abban lesz. A képernyő zár és a jelszavak esetében ezt azért jó beállítani, illetve hasznos beállítani, mert hogy van lehetőség új lenyomat hozzáadására, mondjuk azt nem ebben az opcióban, ezt mindjárt mutatom majd. Van ez a zavarmód, amit ha aktiválok, akkor aktiválható akár azonnal, és kikapcsol minden jellegű értesítés, vagy beállíthatunk néhányat, amely megjelenik, például ismétlődő hívások, azaz 3 percen belül 2 hívás ugyanarról a számról, vagy adhatunk hozzá kontaktokat, akik mégis zavarhassanak. Van külön értesítési központunk, itt megadható az, hogy az üzenetek milyen értesítést adhatnak, lehet-e egyáltalán értesítésük, és azok milyen módon lehetnek, zárolt képernyőn jelenjenek-e meg, szalagcímben, illetve állapotsávon elérhetőek legyenek. Itt ezeket külön alkalmazásonként igazából az összes appot lehetőség van beállítani. Vannak védett alkalmazások, ezek az alkalmazások, amelyeket ha bekapcsolva hagyunk, lehetőséget kapnak arra, hogy a képernyő kikapcsolása után is fussanak a háttérben. Egy VPS Office-t például szerintem alapból ki lehet kapcsolni, még akár egy biztonsági mentést is, bár a Facebook az például hasznos lehet, hogyha szeretnénk mindig az értesítést megkapni a jövőben. Itt van az új lenyomat olvasó, amiről beszéltem. Ugye már hozzáadtam néhány ujjamat, illetve mindjárt kitalálom, hogy mi volt a kódom. Amit sikerült is, és akkor egyszerűen hozzáadom, ugye 10 karakter hosszút adtam meg. Tehát itt beállítható, hogy mit érjünk el új lenyomattal. Van képernyőfeloldás, szép elrejtése, illetve alkalmazás zár elérése. Ezeket majd megmutatom, hogy milyen opciókkal működnek. 5 új lenyomatot adhatunk hozzá, 2 már hozzá van adva. Megmutatom a harmadik hozzáadását is. Itt van az új lenyomat olvasónk, amit egyszerűen csak meg kell érintenem. Mindig rezzen a telefon, illetve jelz, hogy emeljem fel rezzenéskor az ujjamat.
és tegyem rá ismét, illetve a végén jelzi, hogy mely felületét kell még az ujjamnak hozzáadni esetleg. Az ujjakat át is nevezhetjük, hogyha szeretnénk, tehát megadhatjuk egy névvel azt, hogy melyik ujjunkról van szó, szóval hüvelyik ujj, mutató ujj, jobbal, kézen lévő ujj, tehát ez hasznos. Szóval funkciókat nézve, hogy mondtam, egyrészt lehet feloldani a készüléket, egyszerűen ráhelyezem az ujjamat és felold, ezt rendkívül gyorsan teszi, ráadásul ugyanúgy, hogy a métes vagy már a tavalyi mét hét is tette. Van riasztás leállítása, azaz lehetőség van ébresztőnél hozzáérése, bár ez nem a leghasznosabb, hiszen így akár akaratunkon kívül is ugyan biztos, hogy felkelt teljes mértékben az ébresztő. Van hívás fogadása, ezzel is nem biztos, hogy a legjobb, hiszen például a zsebemben van a telefon, veszem ki, akarva akaratlanul is hozzáérhetek már az ujjlenyomat olvasóhoz és felveheti. Az ujjlenyomat olvasón tartott új fotó vagy videó készítésénél viszont lehet hasznos, ez nyilván ki kell tapasztalni, illetve még hasznos az értesítési panel megjelenítése, hiszen mint látszik, egyszerűen megjeleníthetem az értesítési panelt, csak végig kell húznom az ujjamat, és ezzel lehetőség van ezt a felületet előhozni. Tehát igazából nem kell a képernyőt megérintenem az értesítési panel eléréséhez. A feloldás, ugye, hogy jelszóval megy, ezt nem tudjuk másképp feloldani, illetve más nem tudja pontosabban, tehát vagy beírjuk a jelszót, vagy a még gyorsabb, hozzáadjuk az ujjlenyomatunkat, és az rendkívül gyorsan, biztonságosan felold. Alkalmazások kezelése alatt ugye a már látott infót itt is megerősíthetjük, hogy milyen jó memória kezeléssel dolgozik a Huawei. 900 MB-ot foglal nagyjából a rendszer, 376 MB-ot a futó alkalmazások, valamint másfél GB RAM-unk még szabad, így azon játékot futtathatunk, vagy mást tehetünk. Ha már alkalmazások, hozzáadhatjuk, hogy a telepített alkalmazások melyike milyen mobil internethez vagy wifihez férhet hozzá. Így például lehetőség van arra, hogy játékoknál kizárjuk azt, hogy mondjuk mobil internetet használjanak, ezzel megoldható az, hogy esetleg az alkalmazások feléjék a mobil internet keretünket, illetve lehetőség van a wifit is kikapcsolni akár, így akár megadhatjuk azt, hogy egy alkalmazást egyáltalán ne férjen hozzá internet kapcsolathoz, illetve a rendszer alkalmazásoknál is lehetőség van, bár ott csak a mobil adat tiltására, itt a wifi-t nem tudjuk tiltani. A rendszer alkalmazások közt ugye ilyeneket találunk, mint például a Google naptár szinkronizálója, a Chrome alkalmazás, email exchange, Google Play zene, tehát főleg Huawei, illetve Google specifikus alkalmazások lesznek benne ebben. Van mozgásvezérlés, ahol beállítható például az új, vagy illetve a képernyő bekapcsolása dupla érintéssel, vagy rajzolás, itt különböző betűket, hogyha megadjunk, például C betűvel kamerát lehet indítani, E betűvel böngészőt, ez lezárt képernyő mellett egy ilyen egyszerű mozdulat, ez számos androidos készülékben már elérhető, viszont látszik, hogy itt kér kódot vagy új lenyomatot, tehát egy ilyen beállítás mellett nem biztos, hogy a legkényelmesebb ez a funkció. Navigációs sávot, azaz az alsó sávot is be tudjuk állítani. Egyrészt az alkalmazás váltó és a visszagomb pozíciója felcserélhető. Ez rendkívül hasznos, ez itt látszik is alul, ahogy rögtön felcserélődik. Illetve egy extra gombot hozzáadhatunk, ami az értesítési sávot nyitja le. Viszont az ujjlenyomató olvasó funkciójával igazából erre kevésbé van szükség. Van egy egykezes felület, ilyen az igazodó billentyűzet, illetve az egykezes elrendezésnél itt látszik, oldalra húzom a sávon a képernyőt, ez a sávon, és akkor rögtön egy mini felületet kapunk. Ez abban az esetben hasznos, hogyha egy kézzel használom a telefon, nem szeretném két kézzel, de szeretnék minden funkciót megfelelően elérni, hiszen így egy jóval kisebb képátlójú készülék
felületet kapok. Igaz, azért a telefonnal egy kézzel ugyanúgy egyensúlyozni kell ilyenkor is tovább, tehát azért fogni kell. Azért ez nem ugyanolyan, mint hogyha mondjuk egy 4-szoros készüléken volna, hiszen azért mégiscsak egy 5,5-szoros telefont kell fogni, de azért egyes esetekben igazán hasznos lehet. Elég sok alkalmazással látja el a Huawei a G8 tulajdonosait. Ha nézzük az alapappokat, ugye itt van a tárcsázó, amelyet beállítottam már, hogy egykezes legyen, így beállíthatom, hogy melyik kézben helyezkedjen el ez. Illetve a tárcsázó mellett itt van a névjegyzék, illetve az üzenetek is, amelyeket így egy felületről érhetek el. Bár ez a három külön ikonként is elérhető, és az rögtön oda navigál, ahova szeretném. A Huawei saját böngészője nem néz ki rosszul. Ha bekapcsolom a Wi-Fi-t és csatlakozunk egy hálózathoz, akkor igazából láthatjuk is majd mindjárt ezt, hogy hogyan néz ki. Itt már egyébként az igazodó billentyűzet annyira nem kényelmes. Látható ez, hogy eléggé kisméretű. Emiatt mondjuk vissza is megyek a beállításokba, és ezt ki is kapcsolom, tehát mondjuk a tárcsázónál jó, de egy QWERTY billentyűzetnél már nem jó. És meg is nyitjuk a weboldalunkat. Hogyha a billentyűzetet megnézzük, maga a klaviatúra nem volna rossz, támogatja a swipe-ot is, akár magyar nyelven is, ami megint csak hasznos. Viszont ami nekem kicsit kényelmetlen, az az, hogy a számok nem egy sorban fent helyezkednek el, hanem amint látszik egy számítógépes QWERTY billentyűzethez, numerikus billentyűzethez hasonlóan hármasával, három sorban, ami egy kicsit kényelmetlen szerintem, viszont ami pozitívum, hogy ékezetes karaktereket elérünk rögtön, I, A, Ö betűket, Ü betű is van, és a többit kell csak hosszan megnyomva, például az I, O, Ö, A és Ü karaktereket lenyomni ahhoz, hogy külön érjük el. Az 5,5-szoros kijelzőn a böngészés gyors, a képernyő, hogyha be van kapcsolva az elforgatás, akkor gyorsan el is fordul. Itt látszik, hogy erre gyorsan reagál a rendszer. Hogyha megnyitok egy cikket, az is Wi-Fi alatt teljesen jó, illetve LTE-vel is eléggé gyorsan tud reagálni. Erre és utána megjelenítéssel nincs gond. Hogyha megnézzük a menü opciókat, hozzáadhatjuk könyvjelzőhöz, van képszűrő, ami igazából, hogyha betöltök egy másik weboldalt, blokkolni fogja az összes képet, ezáltal gyorsabban betölt és kevesebb, hát ez pont nem blokkolja most, de elvileg kellene, tehát kevesebb képet kellene, bocsánat, evég az intelligens képszűrő van, ami az nyit jelentene, hogy csak egyes képeket blokkol, de tehát ez elvileg jó lehet. Van inkognitó böngészés, ekkor nem külön inkognitó ablak jelenik meg, hanem ennek aktiválásától kezdve megy az inkognitóban lévő böngészés, amikor nem ment el semmilyen adatot. És hát ilyesmi opcióink vannak, ugye a beállításokban még általános lehetőségeket kapunk, tehát itt nagyon nagy extrákat nem kapunk összességében. Nézzük meg a kamera alkalmazásunkat. Ez is a Huawei azon alkalmazása, ami régóta hasonló és több készüléke is ugyanígy néz ki. Felül tudunk állítani vakut, ahol lehet akár állandó bekapcsolt fényt is kiválasztani. Van kamera elforgás, illetve beállítási lehetőségeket érünk el. Alul pedig ugye a készüléknél van sima fényképező, jobbra, hogyha húzok egyet, akkor jobbra egyre van egy videó rögzítés, van timelapse, illetve van külön szépítésmód, valamint jó étel is, amivel igazából ételfotókat lehet jobbat csinálni. Alul találunk különböző effekteket, valamint itt van az a korábban készített képek elérhetősége is. Ha belemegyek a beállításokba, itt különböző módokat választhatunk ki, van utófókusz, ami ugye két képet csinál igazából, amit összeolvaszt, és utólag változtathatjuk a fókuszpontot. Lehet vízjelet hozzáadni a képhez,
amihez internet kapcsolat is kell, hogy ezeket betöltse, és itt látszik, milyen opciókat kapunk, amit így be tudunk állítani, viszont ezek szerkesztése ez csak felületes, igazából áthelyezni tudjuk, tehát nagyon belenyúlni nem tudunk a már meglévő esetekbe. Beállításokba, hogyha belemegyünk, láthatjuk, hogy 4:3-as képarány mellett tud készíteni 13 megapixeles képet a G8, illetve 16:9-es, azaz széles vásznú képet csak 10 megapixel megléte mellett. Van tökéletes selfie opció, némíthatóak, a gombok, van időzítőnk, érintésre fotózhatunk, van külön mosolyfelvétel, optikai képstabilizálás, ami azért nagyon fontos, hiszen ez a kézremegést javítja, illetve tompítja, hogy pontosabb legyek. Van ultrafotó, aminél lehetőség van például hangerő gomb dupla megnyomására kapcsolt képernyő mellett fotózni. ISO-t tudunk 800-as értékig állítani, fehér egyensúlyt is állíthatunk, és hát nagyjából ennyi képbeállításnál még expozíció, telítettség, kontraszt és fényerő érhető el, mint beállítási lehetőség. Ha megnézzünk korábbi képeket, itt látható például egy tegnap fotózott képem. Nem olyan kiemelkedő a képszenzor, mint a felső kategóriában, tehát mondjuk egy méter szerintem jobb képet csinál, de teljesen jó ennek ellenére a G3 kamerája is. Nem csinál rossz felvételt, hogyha megnézzük. Itt igazából látható, hogy teljesen jó az előlapi kamera is, ezt vele készítettem. Picit be van mozdulva, tehát hogy az előlapi kameránál nincs optikai képstabilizátor, de ennek ellenére vállalható képet csinál nagyon is. Az előlapi kamerára, hogyha átváltunk, akkor itt látható, felül megjelenít egy pici képet, ahova kellene nézni ahhoz, hogy úgy tűnjön, mintha a kamerában néznénk, hiszen a felhasználók hajlamosak esetleg magukat nézni egy videó készítése közben, és nem a kamerában, miért másabbul nézhet ki. Lehet növelni a fényerőt, itt is néhány beállítási lehetőséget szintén kapunk, illetve ami azért látszik, hogy az erős háttérfények kevésbé tud jól boldogulni a készülék, tehát picit fakó a kép, amiatt, mert hogy itt a fény elég erős, így már például a kezem nem jelenik meg rendesen, nem teljes a színe, ami köszönhető annak, hogy HDR-t nem tud az előlapi kamera. Hogyha tovább megyek, nézzük meg a zenelejátszót, ez egy elég kellemes felülettel rendelkezik, ha megnyitom a helyi dalokat, akkor láthatjuk a zeneszámokat, ahol HQ megjelölést kapnak azok a zeneszámok, amelyek jobb minőségűek, azaz jobban fognak szólni, ezeket külön listázza a zenelejátszó, ami mindenképpen egy fontos dolog, illetve nagyon hasznos. Ha megnyitok egy zeneszámot, akkor látható, hogy itt megjeleníthető rajta az egyik oldalon a lejátszási lista, itt az albumborító, illetve hogyha volna, akkor zeneszöveg. Headset esetén kapcsolhatunk be DTS módot, anélkül mondjuk nem, illetve innen akár megosztható is volna a zeneszám. Nézzük, hogy hogyan szól. A Huawei G8 hangzása teljesen kellemes, nagyon jól szól a hangszóró, viszont csak a jobb oldali hangszóró rács mögött van hangszóró, ahogy már említettem. Nem sztereó hangzással rendelkezik tehát a telefon, de ennek ellenére így is nagyon jól szól, illetve a mellékelt headset is egészen kellemes hangzást nyújt, aminek örülhetünk, hiszen nem adnak rossz headsetet a készülékhez. Van egy telefonkezelő, ami a mindenes alkalmazás. Itt van egy telefon gyorsító opció. Itt elvileg a háttérben futó alkalmazásokat törölni, így a zenelejátszót, kamerát, böngészőt. Hogy ennél egyszerűbb lehet esetleg, itt
törölni a háttérben futó appokat egy pöcre, hiszen itt azt írja, hogy még van 1,57 GB szabad helyünk, még mondjuk itt már azt írja, hogy 2,32 foglalt jelen pillanatban, azaz 77%. Nyilván itt azért, mert itt olyan folyamatokat is jelez, amelyeket nem biztos, hogy be kellene zárni. Emiatt igazából annyira nem szerencsés ennek használata, főleg azért, mert itt jelző telefon lassú, zárjunk be néhány alkalmazást, azonban ez nem igaz, hiszen látható, hogy rendkívül gyors, a háttérben futó appokat gyorsan megnyitja, illetve hogyha egy olyan appot megnyitok, amit korábban nem nyitottam meg, akkor is teljesen gyors, tehát én ezt a memória tisztítót kevésbé használnám. Ugyanígy van egy tárhely tisztítónk is, itt is alapjában egy nagy fájlokat törölne, aminél láthatjuk, hogy rögtön kitörölne két zeneszámot is, csak azért, mert 10 MB felett van a mérete, illetve cache fájlokat itt is törölne, ami pont, hogy lassíthat a készüléken. Hasznos opció viszont itt a zaklatás szűrő, hogy üzeneteket és hívásokat lehet blokkolni, itt a beállításoknál csak hozzá kell adni a fekete listához azokat a telefonszámokat, amelyekről nem akarunk üzenetet vagy hívást fogadni, az később itt megnézhető, viszont külön nem zavar meg minket a készülék. Itt van az energiakezelés, amiről beszéltem. Ugye a Huawei Mate S okostelefont korábban teszteltünk, már AMOLED kijelzővel kerül piacra, ami egy egészen jó az energiagazdálkodás szempontjából, hiszen a fekete, illetve a sötét háttereknél, illetve tartalmaknál nincs olyan nagy fogyasztása, viszont a G8 az csak IPS kijelzővel rendelkezik, ami egyébként önmagában még mindig egészen jó, viszont energiatakarékossági szempontokból más opciók vannak. Itt ha belemegyek az ultra energiatakarékos módba, itt is kapunk egy fekete-fehér módot, de ez a kijelző még ebben a formában többet fogyaszt, mint amennyit fogyasztanom mondjuk a Mate-es, tehát azért itt még nem olyan jó a helyzet, mint a Mate-es esetében, de így is elvileg jóval hosszabb üzemidő várható köszönhetően ennek az opciónak. Gyorsan ki lehet lépni, illetve hogyha nem szeretnénk ennyi funkciót elveszíteni, akkor az intelligens energiatakarékos módot is lehet választani, ami mondjuk többek között a processzor teljesítményét befolyásolja a jobb használat érdekében. Van egy forgalomkezelőnk, itt látható a előre beállított csomagnak megfelelően, hogy mennyi adatforgalmat használt el a készülékünk az adott napokon, illetve megnézhetjük mondjuk azt is, hogy az, amit mutattam, az alkalmazások hogyan használhatják, és láthatunk napi, illetve havi lebontást egyes alkalmazások fogyasztására, például a böngésző mennyit fogyasztott, a Google Drive, és itt megjelenik az is, hogy Wi-Fi-n vagy mobil interneten hány megabájtot forgalmazott, használt fel a készülék. Itt még vannak ugye különböző opciók, a ne zavarj módot már mutattam, felugró ablakoknál kiválaszthatjuk, hogy elérhetőek legyenek-e itt, mondjuk itt pillanatnyilag három alkalmazás van, amely felugró ablak megjelenítésére képes, és azt lehet blokkolni, illetve van alkalmazás zárolása, ahogy ha beírom a kódot, akkor tudok új lenyomatot társítani hozzá, amit már megadtam, és zárolhatok alkalmazásokat, így például a beállításokat nem fogom tudni elérni, csak új lenyomattal, itt látszik, vagy jelszóval, ami így egészen hasznos, viszont hát nyilván célszerű nem elfelejteni ezt az opciót, hiszen a jelszót, új lenyomatunkat valószínűleg nem fogjuk elfelejteni, hiszen azt magunkon hordozzuk, de akkor fontos beállítani az új lenyomatot ahhoz, hogy ne legyen ezzel probléma, illetve később, hogyha valamilyen beállítást szeretnénk eszközölni, előfordulhat, hogy kéri a jelszót is a rendszer. A Huawei G8 is egészen jól témázható, az MUI-hoz rendkívül sok téma érhető el, viszont jó tudni azt, hogy első elindításkor kéri kapcsolódást a szerverhez, illetve az e-mail elküldését. Ha ezt nem adjuk meg, akkor a készülék következő gyári visszaállításáig nem fog ingyenes témákat engedni minden esetben letölteni.
szóval célszerű ezt engedélyezni. Nyilván ez a Huawei statisztikai adatokra használhatja, illetve hát ki tudja még, hogy mire, reméljük, hogy csak ennyire. De itt lehet további kategóriákból válogatni témákat, valamint látszik, van is 9 témánk előre letöltve, ahol megváltoztak például a zárolt képernyő is. Itt tehát be tudjuk állítani akár a zárolt képernyő feloldás mintáját, illetve látszik, hogy különböző ikonpakkokat is kapunk, többek között is számos felületi elem tud megváltozni. Itt van például a Huawei Mate-es alapértelmezett témája, tehát úgy is nézhet ki a felületünk, mint a Mate-es esetében, vagy más témákat is választhatunk, vagy az előre telepítettből, vagy abból, amit általunk kiválasztunk és letöltünk ugye itt a témaválasztóból. A fájlok alatt kategória nézetben elérhetünk minden tartalmat, például az audio vagy a képek tartalmát, illetve itt van a szép is, amit ha engedélyezek, ide a belső tárhelyre vagy az SD kártyára is létre tud hozni egy rejtett partíciót, amelyet csak jelszó hozzáadása mellett lehet majd elérni, illetve hát ugye opció az, hogy használhatjuk az új lenyomatot is, tehát ezt még társíthatjuk. Ide képet, videót, audiót vagy más fájlt helyezhetünk el, hogy itt hozzáadhatunk egyszerűen, mint a képekbe is, hogyha belemegyek hozzáadás, akkor a kamerából adhatunk hozzá képeket, és ezek tárolásra kerültek, valamint elrejtve vannak, nem fogjuk látni itt a galériában, csak a széfben jelenik meg, és itt már ha kilépek, akkor újra hozzá kell adni a jelszót, és itt meg tudom nézni, hogyha szeretném. Ez azért hasznos, mert így elrejthetünk különböző tartalmakat mások elől. Itt a kategória nézetnél egyébként alul jelzi a szabad háttértárat is, illetve van külön helyi nézetünk, ahol egyrészt ugye elérhetjük a széfet, vagy jelszó nélkül is simán a belső tárhelyet is. Itt ha kiválasztok egy fájlt, akkor láthatjuk, megoszthatjuk, beállíthatjuk csengőhangnak, kiválhatunk, másolhatunk, törölhetünk, innen is áthelyezhető széfbe, van tömörítési opció is, szóval számos funkciót elérhetünk itt a fájlkezelőn belül. Elég sok eszközt ad még a Huawei, amit itt láthatunk. Tudunk például hangfelvételt készíteni. Igaz, hogy nem olyan kiterjedt és kifinomult lehetőségeink vannak, mint a Mate-es esetében. Ugye a Mate-esnél 3 mikrofonunk van, ami eléggé jó lehetőségeket nyújt diktafon funkcióra. Itt 2 mikrofonunk van, és egy hasonló felületet tudunk használni, mint a Mate-es esetében, de csak 2 mikrofonnal használva, ami a zajszűrés szintjét állítja be azért egy kicsit finomabbra, nem annyira jó minőségűre. Ami viszont hallatszik, hogy vállalható minőséget kapunk, viszont beállítási lehetőségünk az nincs, tehát itt nem tudunk mondjuk felvételi típust állítani, vagy hangminőséget. Kapunk FM rádiót, ami viszont hiába egy 5,5-szoros telefon, ezen készülékben sincs, mint nagyon sokban antenna, így csak vezetékes headset csatlakoztatása mellett használható ez. Itt ezt bekapcsolom, rögtön el is kezdik keresni az állomásokat. Meg is van, lehetőség van itt kitenni a külső hangszóróra, nem headseten hallgatni, illetve láthatjuk az állomásokat, megjeleníthetjük külön a kedvenceket, állíthatunk be kikapcsolási időzítőt, akár 90 percig, hogyha szeretnénk, de nagyjából ennyi beállítási lehetőségünk van, nincs lehetőség külön felvenni a rádióadást, vagy különböző extrákra, mint egyes esetekben. Van egy külön tükör alkalmazásunk, ami tulajdonképpen az előlapi kamerát használja, itt állíthatunk be különböző kereteket, növelhetjük a fényerőt azért, hogy világosabb legyen a kép, illetve ránegyíthatunk, bár nyilván ez digitális zoom, tehát minőségben ez nem ad túl sokat,
illetve ennek úgymond a testvér alkalmazása a Naito app, amikor is megint csak digitális zoommal tudunk a telefon kamerája segítségével úgymond nagyítani. Várjunk, hogyha így mutatom, így talán egy fokkal jobb lesz. Tehát itt látható, hogy tudunk fókuszpontot állítani, amivel elvileg javíthatnánk a képminőségen, de igazából olyan komoly nagyításról nem beszélhetünk, tehát ez is csak egy digitális felnagyítás az adott képen. A lehetőség biztonsági mentés készítésére, itt rámegyek a biztonsági mentésre, az titkosítható is egyébként, betölti, hogy mit szeretnék menteni. Kiválaszthatom ugye a névjegyeket, akár azt, hogy a telefonon lévőt, vagy a Google-ben lévőt is, multimédiás tartalmakat, alkalmazás adatokat is akár, ami azért hasznos, illetve rendszeradatokat, így az SMS-eket is tudom, hívásnaplót is elmenteni akár, szinte bármit, és hogyha rámegyek, kijelölöm ezeket az opciókat, akkor kapok pontos infót arról, hogy mekkora méretű ez a biztonsági mentés, ugye ilyen például ilyen 700 megabyte alatt volna ez, majd ezt később, hogyha szeretném, vissza is lehet állítani. Szabhatok meg biztonsági mentés emlékeztetőt, 7-15 vagy 30 naponta emlékeztethet akár a telefon arra, hogy készítsünk újabb biztonsági másolatot. Kapunk néhány extra appot, legjobb alkalmazások alatt van a Facebook, a Twitter, illetve a VPS Office, de kapunk játékokat is, ezek Gameloft játékok, amik igazából ilyen kis demók, tehát ezek nem teljesen jól használható játékok, azért ingyen, inkább ezen van a hangsúly, a legtöbb játékért pénzt szeretnek érni ilyen-olyan módon a Gameloft, hogy használhassuk. Valamint van egy VMOL logónk, ez a Huawei saját webshopja, itt Európában, viszont csak egy böngészőre mutató link, illetve a VMOL sem érhető el Magyarországon, így ebből a szempontból ez egy kicsit felesleges applikáció. Nézzük meg a Huawei G8-on azt, hogy a Real Racing 3 játék hogyan fut. Ez egy népszerű autós játék, amely már lassan 3 éves, azonban még grafikájában mai napig kiemelkedő, illetve utódot igazából nem kapott az Electronic Arts részéről. Az 5,5 hüvelykes kijelzőn a vizuális játékélmény nagyszerű lehet, viszont a hangélmény talán egy kicsit zavaróan hathat az, hogy oldalt gond nélkül letakarhatjuk ugye a hangszórót, ami a telefon aljára került. A játék elején a különböző szenzorok, illetve a vezérlés, ami szóba jön, majd ezt követően indulhat is a játék. Amint látszik, a visszapillantó tükrök megjelenítik a háttérben lévő tartalmat, illetve mozog a különböző óraegységek mindegyike az autón belül. Mi azt jelenti, hogy egy magasabb grafikai részletességet kapunk. És ha kívülről nézzük a játékot, így is egészen szép az autó, ilyesimítás viszont hiányzik ez esetben is, sajnos ez az összes androidos Real Racing 3 esetén igaz. Akadás nincs a játékban, tehát meglehetősen szépen fut, nagyjából ezt várjuk el egyébként a Huawei G8-tól, annak ellenére is, hogy csak középkategóriában helyezkedik el. Itt látható, hogy igazából a játék az szinte tökéletesen fut, grafikai részletesség megfelelő. Ha nézetet váltok, akkor sincs probléma, itt például a motorháztetőn a visszatükröződés is megfelelően néz ki. A belső nézetben láthatom a visszapillantó tükrön, ahogy jön mögöttem egy autó, tehát ebből a szempontból a játékélmény kifejezetten jó. Teljesen szépen fut a Real Racing 3, úgyhogy ezzel nem lehetünk csalódottak. Bár középkategóriás telefon csak a Real Racing, a Huawei G8, a Real Racing 3 megállja a helyét,
ezen a telón, tehát nincs probléma a játékkal, így nyugodtan kipróbálhatjátok ti is ezt a játékot ezen a készüléken, hogyha szeretnétek. Számos FPS játék érhető el androidos készülékekre, ilyen például a Game Loft által kiadott Modern Combat 5 is, amely a legutóbbi kiadása ennek a játéksorozatnak, hiszen számos Modern Combat cím jelent már meg korábban. Ez egyébként nem friss játék már, de mivel Modern Combat 6-ról egyelőre beszélhetünk így, ez a jelenlegi legjobb, de nincs is ezzel probléma, hiszen egészen szép grafikus élményt nyújt a játék. Hát az elején rögtön tudunk már lőni, illetve szét is nézhetünk még előtte. Hát a grafika az beltéren belül teljesen szép. Látszik, hogy a játék még akkor sem igazán akad, hogyha füsttel találkozunk szembe, ami köszönhető többek közt a 8 magos processzornak is, ami belekerült a Huawei G8-ba. Teljesen szépen néz ki a grafikus környezet. A játék pedig nem is akadozik, bár itt látszik, hogy azért a alapbeállítások mellett a játék intelligenciája nem túl erős, de itt a teszt szempontjából ez lényegtelen. Akadozásról nem beszélhetünk a játék során, tehát itt az 5,5-szoros Full HD kijelzőn igazából tökéletesen néz ki minden eleme a játéknak. Aminek külön örülhetünk, hiszen azért a G8 bár középkategóriás, de a felső kategóriához közelít tudását nézve. Nézzük meg a víz hogyan reagál. Ez is nagyon szépen fodrozódik. Olyannyira, hogy ugye a hullámok, illetve a vízbe csapódó töltények is nagyon szépen látszanak, tehát teljesen élethű így a játék. Ugye a vízcseppek az már csak habatortán, ami néha a képernyőre fröccsen úgymond. Amint látható, tehát a Huawei G8 kiállta a Modern Combat 5 próbáját, akadozás nélkül tökéletesen lehet játszani a akciójátékon. Közel egy hónapig volt lehetőségem használni a Huawei G8-at,
Aminél igazából ki kell emelnem azt, hogy az új lenyomott olvasó továbbra is kiváló. De több Huawei teszt esetében is mondtam már, hogy milyen szuperül működik a hátlapra elhelyezett szenzor, és az a középkategóriás G8 esetében is így van. Egyszerűen hibátlanul és rendkívül gyorsan működik a kamera alá helyezett szenzor. Hozzá kell tenni a fémházat is, amely ugye picit vaskossá teszi tömeget tekintve a készüléket, azonban nem annyira nagy ez a készülékház, egészen mékony, illetve egy kézben is kényelmesen elfér az 5,5 colos kijelző méret ellenére. Ami nekem még továbbá tetszett, a kijelző egészen szép, illetve a sebesség is lenyűgöző már-már, ugyanis a 3 GB RAM segítségével nagyon gyors az alkalmazások közötti váltás, és ezzel még többet javít az, hogy igazából a Huawei eléggé jól megcsinálta az MUI 3.1 szoftvert is, aminek köszönhetően tényleg meglehetősen gyors. A kameránk az meglehetősen szép elől hátlapon egyaránt. Amit talán picit sajnálok, az az, hogy egyelőre ezen még nem USB-C csatlakozó van, bár talán már az utódján 2016-ban az lehet, illetve hogy bár két hangszóró rácsunk van, azonban csak egy hangszóró van benne ténylegesen. Ezen kívül én, aminek még örülnék, az egy 802.11 AC, illetve egy 5 GHz-es Wi-Fi támogatás. Sajnos ezzel még a Huawei csúcsmodelljei sem rendelkeznek, de talán 2016-ban ez is változhat. Ez volt tehát a Huawei G8-as tesztje, ami engem meggyőzött. Kövessétek továbbra is a Tech2-t, sziasztok!